Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy következő főzős videóhoz. Ahogy látjátok, még mindig Hódmezővásárhelyen vagyok. Egy új nap, egy új főzés. A mai videót is a Vegetával közösen hozom nektek. És nem más fogunk készíteni, mint békönbe tekert csirke mellett. Nincsen itthon békön, viszont van fekete erdei sonka, és nem fog elfogyni így. Úgyhogy arra gondoltam, hogy felhasználom a csirkénél. Ha jól sejtem, akkor édes burgonyából fogok csinálni pürét, és brokkoliból szeretnék valami kis grillezett brokkolit valamivel, amiben még nem vagyok biztos, hogy mi lesz az a valami. De kezdjünk hozzá, mert megint csak, mint az előző főzésnél, a csirkének fog kelleni a legtöbb idő. Ahogy látjátok, elővettem egy tepsit, amiben már bele is tettem a sütőpapírt. Itt van előttem a csirke és a fekete erdei sonka is. A csirkét mindenképpen nagyon jól be kell fűszerezni. A fekete erdei sonka fog adni neki egy jó füstös, zsírosabb ízt, de ettől függetlenül két jó vastag szelet csirke mellünk van, amit szeretnénk, hogyha ugyanolyan jó ízes lenne, mint maga a sonka. Úgyhogy első körben be fogom sózni mind a két csirke mellett. Be is fogom őket borsozni egy kicsit. És a mai napon is a Vegeta Natur aranybarna sült csirke fűszerkeveréket fogom használni a csirkesütéshez. Fűszereket jól belenyomogatom, és amikor ezzel megvagyok, elkezdem betekerni a sonkába. Három darab fekete erdei sonkánk megmaradt, amit majd később még szeretnék használni, úgyhogy most félrerakom. Kézmosás után viszont előveszem újra a tepsinket, és be fogom fedni alufóliával, ugyanis nem szeretném, hogyha rögtön megégne majd a teteje. Nagyon ügyesen becsomagoltam, viszont azt elfelejtettem, hogy csirkemás sütéshez mindenképpen hústűt fogok használni. És a sütőt sima alsó-felső sütéses fokozaton megint csak 200 fokra fogom bekapcsolni, pont úgy, mint a csirkecomnál. Ezt egyébként különböző receptek különbözőféleképpen írhatják. Nekem ez a 200 fok teljesen jól működött, hogyha ti 190 fokon szoktátok, az is tökéletes. Benne van a hústű, úgyhogy mérni fogja nekem, hogy mikor készült el. Következő lépésként jöhet az, hogy az édes krumplikat meghámozom és felvágom. Hogyha ezzel megvagyok, akkor megpróbálom minél kisebb darabokra felvágni, minél gyorsabban megfőjön. Most, hogy ezzel kész vagyok, felöntöm vízzel, és körülbelül tengersorságig besózom, és megfőzzük a krumplit. Miközben a krumpli alatt már forr a víz, megnézem a brokkolit, hogy van-e olyan része, amit le kell vágni, és ezt is elő fogom főzni. Menet közben készítettem magamnak egy macsát, és elővettem egy közepes nagy tálat. Megfőtt már a krumpli is, és a brokkoli is. A csirke 76 fokon van, úgyhogy nem sokára mehet grillfokozatra. Addig viszont csináljuk meg az édes burgonyapürét, amihez szükségünk lesz nekünk sóra, borsra, őrölt szerecsendióra, illetve egy kevés vajra, nem fog mind kelleni, majd vágunk le belőle. Ellenben a sima krumpli pürével ehhez nem valószínű, hogy kell adnunk bármilyen folyadékot, ugyanis sokkal nedvesebb az édes krumpli, ahogy fő, mint a sima, úgyhogy valószínű elég lesz csak a vaj. Mehet bele vaj, inkább kevesebbet, és tudtok még hozzáadni. Só. Bors. És szerecsendió. Elkészült a csirke, úgyhogy most
levesszük róla a fóliát, és visszatesszük még egy kicsit grill fokozatra. A húshőmérőt tilos megfogni bármi nélkül. Nem tapasztalatból mondom, csak tudom. És akkor, ahogy az előbb mondtam, utolsó lépésben a kis plusz elemünket szeretném megcsinálni még a fekete erdei sonkából, addig a csirke meg is fog grilleződni, utána már csak a brokkoli marad hátra, és mehet a tálalás. A brokkolit elkezdem lebontogatni. Óvatosan, mert ez a tepsi most jött ki a grillből, elkezdem felpakolni a kis brokkoli rózsákat. Amiknek az alapíze az már nagyon jó főzés miatt, viszont a Vegeta Natur zöldség fűszer keverékből egy kicsit szórok rájuk, és itt fogom betenni őket a grillbe. Elkészült a kaja, viszont ide hívom Évát, hogy nézze meg. Drága édesanyám, fáradj ide, kérlek. Köszönöm szépen! És így, hogy az utolsó lépésre is kész vagyunk, elkészült az egész étel. Ahogy látom, édesanyám mindjárt meg is lesz kursolva. Hogyha ti is elkészítitek, tudjátok szokásos módon, mindenképpen töltsétek fel Instára és jelöljetek meg rajta. Kíváncsi vagyok rá, hogy hogy ízlett, ha elkészítitek, vagy hogy tetszett ez a videó. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Remélem, hogy a következő főzős videómban is itt lesztek.